Az emlőrák elleni küzdelem fontosságára hívja fel a figyelmet egy vasárnapi sportrendezvény. Az első Globus Mozaik Med futónap helyszíne a Vekeritó környéke lesz. A szervezők a jótékonysági futással adományokat is gyűjtenek. Az így befolyt pénzt egy speciális eszköz beszerzésére fordítják. A program céljáról, a választható távokról és az emlőrák megelőzésének lehetőségeiről is szó lesz a következő beszélgetésben. Köszöntöm a stúdióban dr. Illési Lóránt, emlősebészt, a futónap versenyigazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Doktor úr, mit kell tudnunk erről? Első alkalommal szervezik meg, és látom is a kis kitűzőt, a rózsaszín szalagot, az emlőrák elleni küzdelem jelképét. Mi a céljuk a futónappal? Futónapnak a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az emlőrákot ki lehet szűrni. Szűrővizsgálatokkal és önvizsgálattal korai stádiumban akár fel lehet fedezni az emlőrákot. Miért fontos ez? Az emlőrák az a leggyakoribb daganatos halálok Magyarországon a nők tekintetében, és hogyha van arra mód, hogy ezt megelőzzük, vagy időben felfedezzük és gyógyítani tudjuk, akkor erre hívjuk fel a lakosság figyelmét, és ezzel az egész kezdeményezéssel, hogy mi futóversenyt szervezünk, ezzel van egy ilyen kettős cél, egyrészt hívjuk fel a figyelmet a megelőzésre, másrészt mutassunk példát a gyermekeink számára, tehát magával az egészséges életmóddal, ami szintén egy prevenció, tehát egy, ha valaki rendszeresen sportol, egészséges életmódot él, az a szintén tudja csökkenteni a daganatos halál okot, hiszen ki sem alakul, vagy kisebb eséllyel alakul ki a betegség. Olyan sokszor elmondjuk, hogy időben észrevett betegség kapcsán gyógyítható ez. A szűrésre milyen arányban mennek el a magyar nők, a magyar lányok? Mi a tapasztalat? Magyarországon 2 évente van lehetőség a lakosságnak arra, hogy 45 és 65 év között ingyenesen az emlőcentrumokat látogassák és mammográfiára elmenjenek. Szűrővizsgálatok olyan 30-40% körül vannak igénybe véve. Azt gondolom, ezen a számon van mit javítani. Debrecen egyébként kifejezetten jól áll ebben a tekintetben, sokkal magasabb ez az arány. Meg kell említeni, hogy akinél a családban volt daganatos emlődaganattal kapcsolatos halálok, ott esetleg ezt akár 30 év alatt el lehet kezdeni, el lehet menni egy szakorvoshoz, ahol történik egy ultrahang, egy mammográfia, de minden egy fizikális vizsgálattal kezdődik. Itt még visszakanyarodik arra, hogy az önvizsgálat, saját testünk rendszeres figyelés és összhang az fontos. Én magam is részt vettem ilyen képzésen, én is megfogtam ezt a implantátumot, amiben ki lehetett tapintani ezt a hát gümőszerű, nem is tudom milyen csomót. És az a tapasztalat, hogy ugye nagyon sokan mondják, hogy általában a párja veszi észre, hogy valami elváltozás van, de a betegség, ha jól tudom, az a férfiakat is érinti. Férfiakat is érinti, tehát ki kell emelni, hogy a férfi emlőrák az ugyanúgy jelen van, bár a nőkhöz képest ez jelentősen kisebb, olyan 1%, ha viszonyítanunk kellene, viszont a betegségnek a kimenetele az sokkal rosszabb is lehet, tehát a prognózis a férfi emlőráknak rosszabb. Ha időben észreveszik, milyenek a gyógyulási esélyek? Itt arra helyezném a hangsúlyt, hiszen számos szövettani típus van, aminek más és más a kimenetele, hogy ha korai stádiumban felfedezzük ezt az emlőrákot, akkor gyógyítható. Tehát a szűrésekkel 100%-ban meg tud gyógyulni a beteg, hiszen egy olyan stádiumban veszük észre, ahol műtéttel eltávolítható ez a göb, akár még úgy is, hogy a hónai nyirokcsomót ki sem kell venni, de ezt a többségében egyébként el kell távolítani, és számítani kell, ezt is mindig sebészként el szoktam mondani a betegeimnek, hogy számítani kell arra, hogy ez nem csak egy műtét, nem abból áll a kezelés, hogy kivesszük az emlődaganatot, hanem utána egy komplex onkológiai, onkoradiológiai kezelésre lehet számítani, kemoterápia sugárra, endokrin terápiára lehet számítani, de ezzel így gyógyítható. Ön gyakorló szakorvosként minek tudja be ezt a 30-40%-os országos részvételi arányt? Ez nem törődömség, nem veszik komolyan, lustaság, nem tudom még milyen negatív jelzőket tudnék mondani. Mi okozza ezt az alacsony részvételt? Igen, a lustaságot kizárnám, mert minden embernek arra van ideje, amire rászánja,
és inkább a félelmet hangsúlyoznám ki. Tehát a tájékozatlanság, a félelem, hogy nem tudja, mivel jár ez a vizsgálat, hallotta a szomszédtól, hogy az fájdalmas, összenyomják az emlőt, meg sokat kell várni, elkaphat. Tehát mendemondák, tájékozatlanság. De ez nem fájdalmas, ugye? Ezt nem fáj, ez egy abszolút fáj. Én inkább kellemetlennek mondanám a visszajelzések alapján. Tehát ettől nem kell igazán félni. Nyugat-európai összehasonlításban hol tartunk mi ebbe? Még mindig a 8000-es szám mozog a fejemben. Ott a nyugat-európai országban hasonlóan vezető halálok, tehát arányokat kell nézni, nem is az esetszámokat. Ott is a emlő rák, az a nők között vezető daganatos halálok. Egyébként még a tüdőrák a nőket tekintve, ami ilyen helyet szerepel. Akkor térjünk rá a hétvégi vasárnapi rendezvényre. Egész pontosan mit jelent ez a program, mikor kezdődik, és hogyan tudunk segíteni, aki részt vesz ezen? Igen, kezdeném azzal, hogy ez a program ez valójában kettőnapos. Szombaton van lehetőség arra, hogy délután 3-tól kezdődően egy ilyen szakmai kerekasztal beszélgetésekkel, tele beszélgetős estekkel tájékozódjon a lakosság, az orvosok arról, hogy hogyan zajlik a szűrés, milyen kezelésekre lehet szállni, kell-e félni a kezelésektől, és 4 kerekasztal beszélgetés várható, ami a végén már odáig megy át, hogy futókkal fognak beszélgetni a nézők vagy a résztvevők, és abszolút erre a másnapi futóversenyre hangolódunk át. Azt gondolom, ez egy nagyon izgalmas este lesz, és erre, aki nevezett a futóversenyre, ingyenesen részt vehet, illetve Magyar Orvosi Kamara is támogatja ezt az eseményt, a tagoknak ez ingyenes. A másnapi futóverseny az 1,3 kilométeres távval indul, ez egy jótékonysági futam és gyermektáv, együtt fog indulni a jótékonysági futam a gyerektávval, ezt követően lesz egy 4 kilométeres, majd egy 10,8 kilométeres futam. Hány résztvevőre számítanak, és ugye az fontos elmondanunk, hogy a nevezési díjjal is egy nemes célt támogatnak a résztvevők. Egész pontosan mi az a műszer, amit említettem a felvezetésben is, aminek a megvásárlását tervezik? Igen. Jelenleg 600 főnél járunk nevezések tekintetében, itt a legjobb becslésekkel is 500 főt céloztunk meg, úgyhogy ez mai nap is forrongó téma, hogy ott kritikus pont a parkolás, erről még egy-két szót majd ejtenék, hiszen zöld futóversenyről van szó, hogy mire figyeljenek esetleg a kedves futók, hogyha érkeznek. Amire felajánljuk a pénzt, az egy olyan eszköz, ami kimutatja az izotópnak az aktivitását egy jelölt nyirokcsomóba. Ugye a műtét előtt sok esetben a műtétnél el kell távolítani az őrszem nyirokcsomót, így a daganat mellé technécium izotópot injektálnak a műtét előtt, mely felhalmozódik a hónai nyirokcsomóba, abban az elsőben, amiben ez elakad méreténél fogva, és az, hogy ez felhalmozódik, ezzel a gamma kamera nevű eszközzel ki tudjuk mutatni a jelenlétét az izotópnak, és ezt a nyirokcsomót konkrétan ki tudjuk választani, és el tudjuk távolítani. Nyilván ez kíméletes a betegnek, hiszen csak azt távolítjuk el, ami szükséges, de a diagnózishoz elegendő, hiszen látjuk, hogy van-e benne áttét, vagy nem. Ez drága ez a műszer? Ez egy 10 milliós nagyságrendű eszköz, pár millióval talán egy kisebb 8 milliónál már be lehet szerezni, de 10 milliós nagyságrendet mondanék. Akkor végezetül még ezeket a technikai információkat mondjuk el, mire figyeljenek. Hogy érkezzenek többen egy autóval? Igen. Mi a javallat? Igen, abszolút azt javaslom, hogy telekocsival jöjjenek, tehát használják ki a rendelkezésre álló kapacitást, használják a tömegközlekedést, nézzenek utána, mi már megtettük, buszokkal is ki lehet jönni, illetve hozzanak magukkal a futók kulacsot, nem lesz műanyag pohár, figyeljenek arra, hogy a szemetet a kijelölt szemetesekbe dobják ki, hiszen egy nemzeti parkról beszélünk, illetve időben érkezzenek, akik a helyszínen szeretnének nevezni. Felhívom figyelmet, korlátozott számban lesz erre lehetőség, hiszen már a létszám az nagyon szépen alakul, illetve a prevenciós nap nevű rendezvény, ami szombaton lesz, azelőtt már délután 2-től át lehet venni a rajtcsomagokat. Tehát aki szeretné, és ezt javaslom, az a futás előtti napon, itt a városban, már szombaton át tudja venni és vegye át a rajtcsomagot. Illési Lóránt nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hát önöknek is, a futóknak is, mindenkinek jó időt is kívánok ehhez a futónaphoz. Köszönöm, hogy szépen. Itt volt. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!